Idén már 31. alkalommal gyűlnek össze a fiatalok Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat több évtizede magyar katolikus fiatalok százait vonza a Kárpát-medence minden pontjáról. A lelkigyakorlattól egy kis lelki felfrissülést várok így a hosszú és nehéz év után az iskolából. És remélem, hogy jó lesz, és jónak is ígérkezik. A rendezvényen egyházi és civil meghívottak tartanak előadást. A fiatalok többek között találkozhatnak majd Palánki Ferenc egri segédpüspökkel, Székely János esztergom budapesti segédpüspökkel, Seregi István nyugalmazott egriesekkel, Varga János Verbita atyával és az argentin Rock Viva közösség tagjaival, Stella Leontin kanonok balassagyarmati plébánossal, Mocsai Lajossal, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányával, Hugyec János egri szemináriumi prefektussal és természetesen a lelki gyakorlat vezetőjével, Kerényi Lajos atyával is. Lajos atya szerint a keresztény embereknek úgy kell élniük, hogy a reményről tegyenek tanúságot ebben a mai kissé értékvesztett világban, és tudjanak válaszolni azoknak, akik reménységük okáról kérdezik őket. Ennek a lelki gyakorlatban most különös módon is az a küldetése, hogy fölhívjuk a figyelmüket a fiataloknak, hogy nem csak úgy tutajászni kell az életbe, hanem azt a sok kifosztott embert kell valami módon, ugye válaszainkkal, meg életünkkel, meg mosolyunkkal, szeretetünkkel, tudásunkkal kiemelni, és olyan irányba fordítani az értelmüket, amire vágyódnak úgyis, de nincs, aki megmondja. Dr. Ternyák Csaba érsek a nyitó szentmise keretében hangsúlyozta, a mai világban növekszik a bizonytalanság, bizalmatlanság, egyre vastagabbak a házak ajtajai. A zárt ajtók korunk szimbólumai lettek, az emberek, mintha félnének egymástól. A nyitottság azonban örömet, szabadságot jelent, tárjuk ki szívünket Isten és a másik ember előtt, tette hozzá a főpásztor. A fiatalokat idén is kis csoportos beszélgetésekkel, kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel, táncházzal várják a szervezők. A találkozó július 7-én vasárnap szentmisével zárul. Bizonyára